A megváltozott időjárási viszonyok miatt egyre gyakrabban fordul elő vidékünkön a jégverés, ezért valamennyi vajdasági önkormányzatnak alapfeladata lett a megelőzés és jégelhárítás. A rakéták beszerzése nem olcsó, ezért a társfinanszírozás sokat jelent az önkormányzatok számára. Tudni kell, hogy az önkormányzatok mindenféleképp biztosan kell a rakétákat, és ezzel a pályázattal megkönnyíti a községnek a pénznek a terhelését, vagyis a budzsetot. Mink pályáztunk, 1 200 000-t kaptunk, ez körülbelül olyan 75 rakétára lesz elég. Széchenyi községben 36 ezer hektár termőföld van. A gazdák zömében szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoznak. A községben 8 rakétakilövő állomás működik, amelyeket fel kell szerelni. Bez obzira što prošle godine nismo imali nekih gradonosnih oblaka i da kažem leda i šteta od leda, ali će svakako dati sigurnost, a u onim situacijama kada dođe let i kada mi dejstvujemo iz naših protivgradnih stanica, onda to sigurno puno znači, ima veliki pre svega financijski odjek u poljoprivrednoj proizvodnji. Roković će u idućoj godini biti október, november. A tartományi titkárság első ízben hirdette meg a jégvédelmi rakéták beszerzésére vonatkozó pályázatot. Ukupna vrednost danas potpisanih ugovora je nešto više od 29 miliona dinara i zadovoljstvo mi je što je ova mera naišla na podršku i što je prepoznata od strane lokalnih samouprava i kao što sam rekao, dakle, svesni činjenice da ovo jeste jedna od strateških mera koja treba da doprinese očuvanju naših useva i sa tom merom ćemo nastaviti i u 2018. A tervek szerint jövőre a mezőgazdasági titkárság szerzi majd be a jégvédelmi rakétákat, azokat a köztársasági hidrometeorológiai intézet rendelkezésére bocsátja, amely az igényeknek megfelelően osztja szét az önkormányzatokban.